Ez még hát XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert hogyha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vicces, csak jó lenne visszalátni egy heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Új év, új én. Ugyebár, hallottuk már ezt a kifejezést. Vendel meg nem hallotta. Ő valószínűleg nem tett újévi fogalmat, vagy ha tett, akkor biztos, hogy nem az volt, hogy többet nem ír rá körül lányokra, mert megtörtént ismét. Több körút is meg szerintem. Egyről tudok. Figyelj, Magyarország a legális, szóval nem tudok valamit csinálni sajnos, de hát az élet az ilyen. Rendet rakott a tegnapi nyertesünk? Elméletileg igen, de nem láttam még képet róla, csak egy képet, hogy elkezdett rendet rakni a tegnapi nyertesünk. Na, szép rend van, nézzük. Előtte, utána. Srácok, mit mondatok? Elég nagy rend van. Szerintem ez megér 5 subgiftet amúgy. Örülök, hogy rendet raktál, tartsd is így. Manin stream kedvéért rendet raktál, szóval betartom az ígéretem. Kérjük, adja szabadon a biztonságot. Köszönöm a gifteket magamnak. És akkor már valakinek tudod ez a szokásait, a szavajárását, you know, Moni, megkedveled a nézését, meg a járását. Miről beszél? A délhenifika, DuckTales. Mi van? Tudod már, milyen ételeket szeret. Jó pár év rajongás után egy álom látszik valóra válni, Peterszünk hopot hátrahagyva, ami lehetetlen, vonatozott Niki elé. Ez 2021. Tehát akkor volt egy csaj, na várjátok, most videókba üzentek egymásnak valami csajjal, vagy valami ilyesmi, és most ez 2021. július. Megy ahhoz a csajhoz. A Hörbi. Fúj, ez nem ivásra való meg. Ez lehet, hogy kevés a szájszag ellen. Vonaton ki akarnám meginni a vizet, szerint az honnan jön amúgy? De még olyan se volt, hogy az arcomat megmostam volna vele. De az a kézmosásra épp jó. Öblített. Jó, de ki miért öblítenél olyan vízzel, ami mocskos? Hát utána benne marad a szádba. Ja, csinál, kici. Miért vesz fel magáról mindent? Ez annyira szürreális. Úgy néz ki ez az egész, mint hogy rejtett kamera lenne. De nem, mert ez az ő kamera felvétele. Ezt ő csinálja saját magáról. És nem tűnik fel neki, hogy ez lehet, hogy gáz. Sziasztok! Mindig is mondtam, hogy a mónizás az nem pizza találta ki, és nem is ér, és nem is kopasz. Hanem én elkopisztam valakitől, amit nagyon eltanulta kopasz, és ezt viccam egy főleg nagyon eltanulta. Úristen, eltanulták tőle, hogy azt mondja, hogy Móni. XD. De itt a fő Móni. Ő a fő Móni. Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton. Eljött az este, Peters felvette az általa szexinek gondolt, elől nyitva hagyott inget, ami már sok felsülésnek volt tanúja. Húpikék, törpikék, robog a dömper. Egy kicsit itt hagyom. Hova mész? Szarsz, de nem akartam mondani. Jó buli lehetett. Elment szarni. Másnap. Úgy emlékszett, mikor a kádatták elítottam. Fogalmazik oda. De hát nem azt néztük. Hányszor lepózoltam, amikor behajoltál a kádba, Móni. Jó van. Behajolt a kádba, azt nézték a seggét, amikor takarított. Mit mondott Peterszünk a következő napon? Ejnye. Nikivel lefeküdtél? Normális vagy férnél van? Normális vagy férnél van? Azért a vállópert meg kéne várni ilyen esetekben, nem? Aha, szóval a Hörbi azt hitte, hogy lesz esély ennél a csajnál. Nem, majd utazgatnak az emberek úgy csak úgy. Hát szerinted ő miért jött múltkor? Ne, ruhába feküdtünk két külön szobába, vagy mi? Ja, a múltkor, aha, most meg már azt mondja, hogy lefeküdt vele. Jaj! Istenem, mióta tabu a szex? Mióta tabu a szex? 2022. Ez volt meg még életemben nem volt ilyen, hogy több mint egy év telt el azóta, hogy nem volt semmi szex. Ez mi? Ezt nem értem. Ő ül a tűznél, és odarakott egy videót saját magáról, és felveszi egy másik kamerával. Mit látunk? Ez milyen univerzumban van? Azt a kurva, ez Inception.
Reakció videó saját magára. Igen, ez a valószínűbb szenárió. Egy év telt el, és még nem szexelt senkivel. Ne szólj olyasmibe, bele, amiről fingot sincs. Mindig azt mondtam videókban, amire Niki megkért, hogy mi hangozzon el. Hosszú a történet, meg ez az ő magánügye volt. Ne keverd a valóságot és a YouTube videókat össze soha. Legyen benned tisztelet, legalább ilyen helyzetekben, és szégyeld magad, hogy a gyászoló nézők között is van pofát trollkodni. Igen, itt azt hiszem, hogy ez a csaj, ő neki meghalt valaki-e, ennek a csajnak, és azért mondja a gyászoló, mert hogy ennek a csajnak meghalt valaki, ha jól emlékszem, de nem biztos. Nem, rólad éppen könyvet ír valaki, aki csak a YouTube videóidat nézte végig, mégis arra azt mondod, hogy a valóság. Te keverted össze a valóságot a YouTube-bal, hiszen ott éled az életed. Kibeszélted aljas módon a videóidban, de ez tényleg más lapra tartozik. Majd nyitok neked egy topikot, ahol ezt folytathatjuk. Legalább itt nem tudod a kritikákat moderálni. Ez, amit itt írtak neki, hogy rólad éppen könyvet ír valaki, aki csak a YouTube videóidat nézte végig, mégis arra azt mondod, hogy a valóság. Tehát ez real. A Herbie könyvet nem néztem, nem is fogom nézni szerintem. Erről a könyvről nem nagyon tudok mit mondani. Egy Herbie által elvakított, felnőtt, gyerekes anyuka írta, azt hiszem. Felolvashatnám? Haver, nem is tudok olvasni! Sajnos az említett videót a magát őszintének mondó videós elérhetetlenné tette Herbie videót, azért, mert nem vetne rá jó fényt. Pláne a sajnálatos történtek után. Visz van ez a csaj? Mi fajtánk vica? Most jut eszembe. Csak ő nem... De. Csak ő hazudik. Majdnem mondtam, hogy csak ő nem pánikos, de az. Tegnap volt valami gyógyszer a kezeibe. Ajaj. Csak ő nem hazudik. Mármint a vica? Gyere. Nem ezt? Nem, te hazudsz. Hoppá! Hoppá! A csaj megmondta Herbie-nek, hogy hazudik. Én azon abban, hogy nem értem annyira a lore-t még így sem, de nézzük meg ezt. Ez itt a folytatás. Nem vagyunk együtt, csak átjöttem hozzá, itt mindenki megjelenhet, én nem jelenhetek meg? Mennyi volt az ideje? Nem vagyunk együtt, hopp! Ez eléggé elváltozott az arca Herbie-nek, amikor a csaj mondta, hogy nincsenek együtt. Erről kéne könyvet írni. Másnapra azért kicsit összeszedte magát. Hozod neki virágot, g***ig. Meg egy kivatott kaparó sorsjegyet. Úristen. Nem sokkal később, csak a szépre emlékezik, még ha az meg sem történt esetleg. Hát iszik. XD síros fej, most ki komolyan dugtatok volna a paradikivel? Igen, az volt megbeszélve. Ő írta nekem. Azt mondja, hogy dugtak. Pedig nem dugtak. Messengeren, hogy... Egy éve nem dugott senkivel. Legyen egy... Mi az? Közös szilveszterünk, és az egész napot szexel fogjuk eltölteni. Szerintem ezt a csaj nem így mondaná. Valahogy, hogy ezt a csajt megkérdeznénk, valószínűleg nem ezt mondaná. A szeszmester bevadult, meg. Szexel fogjuk eltölteni. Az összes napot. Az összes napot azzal töltik. A szilveszter az amúgy több napos, tudtátok? Hát ez inkább családi programos meghívásnak tűnik, ha a gyerkőccel várna. Idén pedig tragédia történt, ugye? Péter szünket nem hatotta meg. Álmodtam. Mit álmodtam? Nem mondom el. Titkos? Beteges. Ja, hát olyan én is szoktam. Nem az, nem az, hogy mit, hanem hogy kivel. Meghalt a csaj, ha minden igaz. Ja, hogy a Niki meghalt! És a Herbie még a halála után is ilyeneket mond? Ez elég patkányforma. Kinézem amúgy a Herbie-ből. Drága Niki, nyugodj békében. Meg. Isten nyugasztalja. Para Nikit. Én ezt nem tudtam. A Herbie a lány halála után is azt állítja, hogy úgy dugtak, egy napot végig dugtak, ez elég nagy probléma. Ez mélyebb az egész, mint gondoltam. Most hadd meg, de azt még a halála előtt mondta. Ugye a halála előtt mondta ezeket a videót, és azóta, hogy meghalt, nem beszélt erről a Herbie? Mert a dátumok azok kimaradtak a videónak a részében. Ebben a videóban nincsenek dátumok. Az előzőben voltak dátumok, viszont itt nincsenek dátumok, szóval nem tudom, de 3 hetes ez a videó. Na most ezt elég nehéz kibogózni, hogy mi történik pontosan. Nézzük tovább. Akire gondolok? Segítsd!
úgy feküdtem le, lehet a kommentek miatt, de angolulják. Aha, itt a Nikiről beszélnek, de nem mondják videóban, hogy róla van szó. Csak hogy állandóan ő járt a fejbe a kommentek miatt. Itt igen, itt ez valószínűleg mostani. Vagy üzenni akar valami. Hát de így. Igen. Az olyanokban nem hiszek. Üzenni akar valamit a szelleme a csajnak. De azt mondta, hogy olyanokban nem hisz. Erre volt a célzás, gondolom. Aztán némi alpári poénkodás is belefér. Védőgáza. Papa, még egyszer kilököd a kezemből. Niki, agyonver. Ember, mi a f***? Ezt nem hiszem el. Nem gondoltam volna, hogy ez lehet rosszabb és rosszabb. Ezt skippeljem. Hogy skippeltném ezt a témát most komolyan? Papa, még egyszer kilököd a kezemből. Niki, agyonver. Szellemmel poénkodunk tényleg, hogy majd a Nikinek a szelleme összeveszik a papáddal. Volt, aki felelősségre is vonta. Na nézzük. Niki halálával ne viccel, hogy öcskös, mert nem illik. Nehogy belefuss valakibe sümegen. Miről beszélsz? Én mennék neki annak, aki viccelődne vele. Mert én ismertem is. És nem tudom, melyik álhír portáról jöttél, de én mondom, hogy ne viccelődj ilyenekkel. Letagadja az egészet, úgyhogy konkrétan ő csinálta a videót róla. Nem emlékszik már arra, hogy miket mondott. Egyszerűen nem tudja, mi a poén és mi a valóság. Ő nem érzi azt, hogy mi az, ami a YouTube-on van, és mi az, ami a valóságban van. Rájöttem meg. Itt a probléma. Ez a tudathasadásnak az egész gyökere. Mindig vagy streamál, vagy videózik, de általában videózik. Nem tudja már, mi a valóság. Nem tudja, mi az, amit poénból mond, és mi az, amit lehet, hogy nem kéne. Mi az, amit fel kéne venni, mi az, amit nem kéne felvenni. Plusz még iszik is, és lehet, hogy gyógyszerezik is. Konkrétan viccelődik halálával, utána pedig letagadja. Nem emlékszik, nem fogja fel, hogy mit és hogyan mond szimplán. Ja, amúgy lehet, hogy annyira nem emlékszik, hanem csak tényleg nem tudja, hogy mit mond. Öcskös. Neked mi bajod van? Itt még ezt olvassuk el. Volt egy öcskös? Milyen öcskös? Ez a 7 másodperces, ez nem indult el. A 7 másodperces, ez nem mutatja valamire a videó. Na mindegy, itt azt írja. Egyik oldalról sem jöttem, te pancser, pont elkaptam azt a szaros videódat, ahol éppen a fejedet tömted, majd elnyomtál egy olyan szöveget, hogy valaki lögdös valamit a házadban, és szólsz Nikinek, hogy verje meg, egy normális vagy ember. Meg nagy gyászban voltál, utána durrantottad az RTS live-ot, és röhögtél, mint egy ostoba f***. Eszednél vagy ilyenkor? Erre mit mondott? Nézzük. Mi bajod van? Szerinted az miért vicces, hogyha valaki beszél ahhoz, akit szeretett és elveszítette? Szerinted ez vicces? Ez poén? Elcsíptem egy poénodat? Szerinted ez a vicc? Hát valaki a temetőbe megy az apjához, anyjához, és ott beszél hozzá. Úristen, de akkor miért a videóba csinálod, te gyökér állat? Mi nem vagyunk mély vallásosak, mi itthon beszélünk az elvesztettekhez. Mi van ebben? Itthon beszélnek. Ő nem vallásos, ezért nem megy temetőbe, mint hogyha a temetőnek bármi köze lenne az, hogy vallásos vagy nem. Vágott Hörbi, mindenkit eltemetnek, képzeld, de nem csak a vallásos embereket, mindenkit. És ez közben a WC-n ül amúgy, közben a WC-n ül és szarik, és küldi ezt a hangüzenetet, meg. Ő csak a halottakkal szokott beszélgetni így. És ez nem poén volt, ő így beszélget velük. Úristen, haver. Semmi. Ha szerinted ez vicces, akkor te vagy a beteg. Mindenki döntse el magának, hogy ez a szar viccelődésnek tűnt, vagy megindító gyásznak. Ezt el is lehet dönteni magadnak. Ez nagyon kemény volt. Úristen. A hivatalos Hörbi könyv, a magyar vlogger. Nem tudom, ki ez az Anikó. Egy dolog biztos, a troll videós Peti egyik leghűségesebb nézője. Olyan videóban mutat részleteket, amely nem sokkal feltöltése után törölve lett, és olyan live-ból szemezget, amely nem maradt fent a neten. Tehát ott van a Hörbi csatorna minden rezdülésénél, hogy kigyűjtse onnan neki a tetsző részleteket, és kiforgatva az eredeti mondani valót, kompromittáló, lejárató videóba vágja össze. Itt rólam van szó? Nem tudom, Csás Toppen, közben már rájöttünk, nem tudtam, hogy itt most mi volt a tragédia, de ezt rájöttem, hogy Niki meghalt. Ezt sajnos nem tudtam. Itt amúgy az, aki ezt írta. Ez ugye a könyv, ez a könyv írója, Egyed Anikó írta a Hörbi könyvet, ugye? Itt azt mondja, hogy kiforgatja az eredeti mondani valót ez a csatorna, meg minden. Feltöltés után törölve lett egyből a videó. Teszem fel a kérdést Egyed Anikónak, hogyha sokszor van ilyen, olyan sokszor, hogy még le is írod, hogy feltöltés után egyből törölve lett, hogyha ez így mindig feljön, hogy törölni kell a videót egyből. Nem lehet, hogy el kéne gondolkodni az, hogy nem kéne olyan dolgokat csinálni a Hörbinek, amiket egyből letöröl utána? Vagy nem lehet, hogy mindennel ezt kéne csinálni? Az nagyon jó lenne.
Aha, mi döntjük el, milyen szemüvegen keresztül nézzük azt a képet. Hát ez tényleg így van. Egyed Anikó is valószínűleg eldöntött, hogy ő hogyan látja a képet. Én egyszer mentem úgy neki nőnek, hogy úgy neki. Szóval, hogy ököl, fej... Micsoda! Szóval, hogy ököl, fej, és a falatta a másikat. Az pont Sámsonban volt egy kocsmába. Név szerint a borostyámba. Szimpatikus, nem? Amúgy. Évekig polgárőrként és elnökségi tagként tevékenykedtem a Sümegi Polgárőr Egyesületnél. Így különbséget tudok tenni, amikor valaki azt mondja, hogy az ég nem kék és a fű nem zöld, hanem pont fordítva. Akkor a szabad vélemény nyilvánításnak hívjuk, és tökéletesen rendben van. Ugyanakkor mások bántása, leszólása és sértegetése nem az. Sokkal inkább rágalmazás, becsület, sértés és hitelrontás. Melyek a magyar jog szerint büntetendő cselekedetek. Ennek hatására készültek a trollokról szóló fejezetek. Polgárőrként dolgozott, de amúgy egy ilyen nőverő alkoholista f***szopónak ír könyvet. Anikó, ne haragudj, de elmentek otthonról. Keress egy orvost. Polgárőr egyelő, még rendőrnek se kellett, de ki akarta élni a komplexusait. Ja, vágom. Igénytelen cigány kezdik, mint ez a Máj Viktor. Mit mondott? Kék a fű, vagy becsületsértés történt? Igénytelen cigány, ezt mondta, nem tudom még, hogy mit mondott. Nem értettem pontosan. Emberek vagyunk, nem szabad egymásra mondani rosszat. Pont. Ez ilyen egyszerű. Nem szabad egymásra rosszat mondani. Ő még soha nem mondott senkire rosszat. Nekem is azt mondta, hogy b***h vagyok, meg hogy meg kéne ölni, meg ilyenek. Ez milyen szemüvegen keresztül szimpatikus, vagy hogy van kiforgatva? Ez a kisebbségi cigánytól, ez a Máj Viktor, ez a bőrhibás g***, mint a... Ez a... Van bennem egy vonóval, ezért mindig kendőt kell hordani. Lássanak. Nagyon nagy problémák vannak. Ez most szabad vélemény nyilvánítás, vagy mások bántása, leszólása, sértegetése. Anikó, mit gondolsz? Anikó látja ezeket a videókat amúgy? Vagy ő mit mond erre? Ja, neki az egészre válasz az, hogy ezek kiragadott pillanatok, és kész. Nem? Tehát Anikó tud ezekről, de mégis megírta a könyvet. De akkor neki hogy szimpatikus a Hörbi, hogyha ilyeneket csinál folyamatosan? Hogy lehet bárkinek szimpatikus ez az ember? Miami kimaradt, ha már külsőségek alapján emlegeti az embereket. Ez most Viktorszos lett. Jaj, a Manninról, ma jön az is. Ah! Alig várom. Az jött ki, hogy az, amit ott nem értek, az 7,5 milliárd évvel ezelőtt kezdett el azon gondolkozni, hogy azzá váljon, ami most. Mert ez a mérés pont arra való. És akkor hogy lehetséges ez mondta ez, hogy 7,5 milliárd évvel ezelőtt ott a semmibe, ott a hélium, meg mit tudom én, atomok, molekulák, ott a semmibe, hogy ők majd úgy állnak össze, hogy 7,5 milliárd év múlva egy föld bolygón, Bécsben, egy főemlős, mit vizsgál ott a laborba. Ugye ez visszafele van lemérve. Mi van, ember? Nem is értem, mit mond. Már minden megtörtént. És tudod, így felültem a kádba, már minden megtörtént. Amikor még egy érettségi sem sikerül, de azt hiszed, hogy érted a kvantummechanikát, mert megnéztél egy YouTube-os videó felé. Egyszer már tartott ott a világ, hogy kvantumfizikáról beszéltünk a YouTube-on, bazdmeg. Most meg már lassan ott tartunk, hogy nem tudják, hogy 6 pötty van egy katicán. 7 pettyes katica bogár. Ez egyre szánalmasabb napról napra amúgy. Egyed Anikó. Nem magadból indulj ki, látom irigy vagy Petire, te azért csináltál egy ilyen csatornát, hogy téged szopjanak mások a jópofa videóidért, és ahogy látom velem ellentétben, meg is teszik. Természetesen kéne lenne irigy egy 40-es évei elejére fogatlan, magányos alkoholistára. Nem akarsz ezzel pénzt keresni? Akkor miért csinálod? Ahelyett, hogy például írnál valakiről egy könyvet, amivel kereshetnél pénzt. Ő tényleg azt hiszi, hogy a Hörvis könyvvel fog meggazdagodni amúgy? Melyik világban? Szerintem az max 5 ember veszi meg. Jó hiszeműen 5. 244 oldal és kemény kötés. Micsoda? 244 oldalt írt a Hörviről. A könyv épp úgy szól a sikereiről, mint azokról az időkről, amikor padlóra került. Miért most sikeres? Nagyon szimpatikus személy, főleg azt tetszik, hogy a nézőivel bán és beszél. Takarodj a k***anyádba! Annyiszor. Ezt imádom. Így beszél a nézőivel. Sodi, sok közös van bennünk Hörbivel, szinte egyformák vagyunk. A páromat Mercit fogom megajándékozni a könyvvel. Élő legenda! Hörbi élő legenda a magyar YouTube világában.
Tényleg ide van írva. Egy vlogger élete nem csupa fény és csillogás, de rengeteg kihívással is meg kell küzdenie. A könyv épp úgy szól a sikereiről, mint azokról az időkről, amikor padlóra került. Egy emberről, akinek mások szórakoztatása a mindene, miközben nem adatott meg számára, hogy gond nélkül elvegyülhessen a tömegben. Ugye itt a sajnáltatás. Azokról az időkről, amikor padlóra került. Konkrétan most van leginkább a padlón szerintem az ember. Tehát ennél jobban még nem volt padlón. Nem tudom, hogy akkor mik azok az idők, amikor így még jobban, ennél is jobban padlóra került, és azokról az időkről írnak. Hát geci. Könyvdedikálást megnézném én is. Jó helyen jársz, ha YouTube videózásról és az online média világáról szeretnél többet megtudni. Na csó, az egy chips. Így kezdődik. Hát ez nagyon szörnyen van megcsinálva. Mik ezek a bekezdések? Miért van ennyi bekezdés? Miért van ennyi... Mi ez? Hogy van ez megírva? Ennyi. Ennyi a részlet belőle. Ez úgy néz ki, mint amit általános iskolában csináltunk, iskola újság, vágod? 12 évesen csináltam ilyeneket, csak mondom. Baba Boy. Ötödikbe. Igen. Pontosan. Ez az új biblia, srácok! Imádtam nézni mára viszont, mikor belekukkantok egy-egy live-jába, sajnos azt látom, hogy magában beszél az anyja által vett házban, ahol egyedül él, és néha elmegy boltba sörért meg vodkáért, közben panaszkodik és motyog egy kamerába. Ma már nem azért videózik, mert annyira szeret és annyira szórakoztató, hanem mert muszáj neki. 42 évesen semmi ez sem ért, és ha nem tölt fel új videót, vedd meg a könyvet, itt a pénz. Tesó, nem veszem meg a könyvet, köszönöm a donétet, de nem veszem meg a könyvet. Ez egy csalódott rajongónak a szavai amúgy, igen. 42 évesen nem ért semmihez, és ha nem tölt fel új videót, akkor nem jönnek az adományok. Ez egy teljesen cool komment. Hát valaki írhatna amúgy a Librinek meg ezeknek a kiadóknak, hogy ez ilyen emberről kéne könyv. Kell őt validálni? Azért. Nem hiszem. Azt hiszem, nem ismerjük egymást, de én is ugyanezt mondom rólad. Te miért nem mész csajozni? Mi vagy? Miért nem csinálsz ehelyett egy hasznos dolgot? Én épp a saját munkámat, a könyvemet védem. Létrehoztam. Az enyém. És a vélemény nyilvánítás szabadsága szellemében azt írtam benne, amit akarok. Arról, akiről akarok. Az írók keresnek egy témát, és megírják, ahogy ti is itt, ezen a fórumon. Te mennyi pénzt keresel ezzel? Azért vagy itt? Mert munkanélküli vagy? Te milyen eredményt tudsz felmutatni az életednek? Szóval egyed Anikó azt hiszi, hogyha ő mindent munkának titulál, akkor az automatikusan validálható és jó dolog lesz. Tehát szerintem az nem munka, hogy a Hörbit véded azért, mert írtál róla egy könyvet. És megint más dolog, hogy egy író talált egy remek témát, amit megírt azoknak, akik szeretik Hörbit. És ti a kettőt összekeveritek. Én egy író vagyok, aki kiadja a könyvét. Ha Hitlerről írok, akkor minden oké. Az teljesen oké, amit ti csináltok, csak az nem, amit mások szórakozásból vagy a megélhetésért. Most ő összehasonlított a lényegében Hörbit és Hitlert. Tehát, hogyha Hitlernél minden oké, akkor Hörbinél is legyen minden oké. Nem értem. Nézzük, mit szól a könyv lektora a könyvhöz és a kiadáshoz. Hogy mi van a könyvével? Fogadjunk, ott van a legjobb. Én azt amúgy azt elbasztáltak, hogy nem jött ki karácsony előtt. Én azt hittem végig, hogy mostanában ment, hogy ez mekkora jó lesz, mindenki azt fogja venni karácsonyra. Mi az a több szom? Én azt sem tudom, mi lesz benne. Azt sem tudja, mi lesz a könyvben. Akkor azt hittem, hogy kijön az egy karácsony előtt, hogy egyből 500 000 vásárlás. Nyilván nagyon sokan megveszik a könyvet. Ki fogja megvenni karácsonyt? Hol van itt? Nincs. Ki vesz karácsonyra elővételt? Ki nyomtatja azt? Megkaptad a Hörbi könyvet karácsonyra, de még várjon rá egy hónap. Írta valaki korábban, hogy miért nem titeket kérdeztelek meg a könyvírásakor, de miért is? Hiszen ti csak a videóiból ismeritek őt, vagy nem? Anikó nem, de Anikó is. Tudom én, hogy nem válaszolgattam meg ilyenek, mert figyelj, most akkor elmondom. Ez, hogy te könyvet akarsz írni rólam, meg hogy el is kezdted. És hogy nem a YouTube-ozás, vagy akármi, hanem a Petiről, mint magánszemély. Hát ott nagyon megijedtem, az nagyon veszélyes, mert nem tudsz. Csak a videókat nézed. Videók alapján valaki könyvet ír rólam, az szintiszta hazugság lenne az egész, és az nagyon félelmetes. Hogy ezt ő mondta a saját könyvéről, amit róla írtak? Most akkor mi van? Most akkor... Olyasmi van leírva, ami nem igaz. Hát Anikó, sok sikert a könyvhöz, szívesen az ingyen reklámot. Ezek után, amit most mondott, itt elég határozottnak tűnt az, amit mond. És most mégis örül a könyvnek? És hirdeti? Vagy nem? Vagy ő beszél erről? Miután már kész lett a könyv, most már próbálja eladni. És próbálják eladni, gondolom. Hát húzza a száját eléggé. Tehát a Hörbi is húzza a száját a könyv miatt.
Miért nem Herbie írta meg? Herbie nem tudna könyvet írni. Úgyhogy az ő gondolatait engedett papírra menni szerintem nem lenne olyan jó. Január 27-én fog megjelenni. Már lehet venni? Vagy még meg se jelent? Úristen, nem is jelent még meg a könyv. Lehet, hogy nincs is könyv. Már ott van nála egy példány. Kinél? A Herbie-nél? Ő már kapott egyet? Aha, és akkor neki most tetszik, vagy nem? Arról nincs videó? Passz, biztos lesz. Adom. Jöhet. Ezek a vendégvárok. Jaj, de szoktak futni. Jaj, mit nem úgy érjettem. Mi van? Akkor most már nem kell rendőrt hívni, hogyha tinik kopognak? El szoktak kergetni a gyerekeket, akik oda mennek a házhoz sümegen? Ilyen izével bottal, amiben szögek vannak? Én felhívom a rendőrséget, és most már élek a jogaimmal, mert a faszomat ijeszgetik a kutyámat. Nem a Péter fél, hanem a kutya. Kint van a vendégváró, amitől sírva menekülnek. Nézzük csak újra a reakciót. Élek a jogaimmal, mert a faszomat ijeszgetik a kutyámat. Szerintem ő fél, nem a kutya. Jó estét kívánok, Devi Péter vagyok, sümegi lakos, és az a helyzet, hogy itt ülök a saját otthonomban, és hónapok óta megy az, hogy rugdossák a kapumat, verik az ablakomat, és most jelenleg is, és hogy nem tudom ez ellen mit lehetne tenni, hogy valaki ide tudna jönni sümegen, hogy egy járőrkocsit minimum. Lényegében. Ugyanezt akartam mondani amúgy. Hogy innen eltakarodjon ez a személy, mert már nem tudunk aludni. Hát láttam már itt a faluba, vagy várososulnak, bocsánat, de... Most nem úgy mondja, hogy egy járőrkocsit minimum. Érdekes amúgy, nem? Most milyen kis megszeppenve beszél a rendőrökkel, régen pedig egy járőrkocsit minimum. Akkor ott vajon, ott telefonált vajon? Szerintem ott nem telefonált. Itt zseniális videók vannak, ember. Na itt vagyok, ebben én is benne vagyok. Ebben én is benne vagyok. Twitch-en voltak videóim, live-jaim. Meg volt a története, hogy miért utáltam meg. Na miért? Azért nem nézett senki? Tele van buzival. Buzival ment tele a Twitch. De most mondod, hogy te is próbáltad. Hoppá, hoppá. Á, Istennek csak háromról tudok. Benne lesznek a könyvbe azok is. Benne lesznek a könyvbe. Internetes bűnözés, stb. Internetes bűnöző vagyok, bassz meg. Azért ez elég kemény. Nem? Három buziról tud, nem tudom ki a három buzi. Az egyik én vagyok, az fix. Gondolom a másik a stoppen, és akkor még a Viktor. A három muskétás. A triumvirátus. Troll videósok. Megérte, hogy az örökké valóságnak ott lesz majd a történetük a könyvesboltok polcán. A könyvesboltok polcán ott lesz az örökké valóságig a történetünk. Nekem megérte. Amúgy tényleg ott fog maradni a polcokat, senki nem fogja megvenni. Ezek a izék konkrétan videótból jeleneteket játszanak a saját videójukba. Aha, rólam beszélt. Nem tartják be a méltányosság jogát. Nem tartják be a méltányosság jogát. Akkor itt nem rólam beszél. Mert én nekem ugye méltányos felhasználat az van, mert beszélek. Itt nem rám gondolok, ha gondolom. Mert én betartom. De ez is betartja szerintem. Nem beszél benne, de ír. Szóval lényegében betartja. Nem? Fogjuk rá. Vitatható. Ha nem pont, hogy rágalmaznak ilyesmi. Ja, aha, igen. Tehát akkor rágalmaz, akkor lehet, hogy rám gondol. Mert ő szerint rágalom, amit mondok, pedig nem, mert csak a videókban vonok le konklúziót. Ami ugye neki az élete. Amikor majd 50 év múlva úgy emlegetik őket, mint Hitlert. Hát azt szerintem nem én leszek kettőnk közül, Herbie. Igen, na most úgy emlegetnek. A való életben is így vezetne amúgy, nem? Unokákra ne nagyon számítson. Unokáira lesz. Mikor lesz unokája a Herbie-nek? Ez a fehérvári dolgok. Hát akkor futtattam be, vagy 100 embert, bazd meg. De még a stand-uposok is oda jártak, mert érezték a végüket, és elkezdtek YouTube csatornát. Stand-up köszöni szépen, de messze van a végétől. Hát amúgy igen, a stand-up az nagyon jól megy még mindig. Ez is egy olyan fajtába tartozott, aki próbált már nézettséget szerezni azzal, hogy rólam beszél. Ugye eleve a videó címében benne van a nevem. Hát akkor ilyen időt éltünk. De ez a manin gyerek, ez most is csinálja. Ő is benne lesz a könyvbe. Benne leszek a könyvbe. Név szerint kimondott engem, hogy benne leszek a könyvbe. Baba Boy. Fogalmazni mondjuk nem tudja amúgy. Tehát azt nem tudja, mit mondjon, de mondja. A szája az jár, de az agya az nem jár a szája mögött sajnos. Egy kis hörcsög, meg egy kis hörcsögkerék van neki az agyában. És pihen a hörcsög. Vagy meghalt. Elég nagy elismerés, hogy benne lehetsz a könyvében, amit nem ő ír. Írunk valakit, akkor jön a nézettség. Aha. Csak azt nem értem, hogy a szimpátia az hogy jön.
Hogy jön a szimpátia, srácok? Itt elég, szerintem elég sok ember szimpatizál velem. A 400-ból legalább kettő. Szóval azt a kettő embert kérdezem, hogy miért. Én nem utálkozok annyira. Szerintem ő már utálja magát is. Van azon a szinten. De ha még most nem, akkor majd, amikor hajléktalan lesz, az lesz a jó. Már várom. Várom azt az érát, amikor Hörbi hajléktalan lesz. Lehet, hogy el fog jutni arra a szintre, mint Sodi. A Sodi már annak örülne szerintem, hogyha eljutna arra a szintre, ami most a Hörbi van. Ezért szimpatizálnak egymással. Elhiszik, amit mond, vagy... Elhiszik, amit mond. Igen, mert bizonyítékok vannak rá. Tehát konkrétan példákat mutatunk arról, amit mondunk. Most is éppen reagálok valamire, amire beszélek. Tehát ott van a példa. Most hallottad. Nem elég bizonyíték, hogy ő maga mondja ki a dolgokat? Amúgy tényleg, az hogy nem lehet elég bizonyíték valaki számára, hogyha ő maga mondta ki, és elé van rakva a videó, hogy ezt te mondtad, haver! Fullba leignorálja! Hogy lehet valaki ilyen hülye? Hát akkor a hülyéket gyűjti maga köré, nem az embereket. Szóval az milyen közösségépítés? Autipa, és ugyanaz, mint a Sodi amúgy. Milyen? Csak a pénz, pénz, jaj! Csak a pénz, csak a pénz. Nekem nem kell semmibe, csak pénz. Ezt is ő mondta. Kontextusból kiragadott volt, jó? Az sok lenne, ezzel fog itt egy napra. 300 ezeret hónapra. Neten okoskodó hülyék. Rühellem a fajtátot. Szóval, amikor a hülye okoskodik, azt úgy rühellem, aki hülye bazd meg, az kussoljon az interneten. Hát igen, ez neki is nagyon jó lenne. Csak kár, hogy nem érzi. Nem érzi az egészben az iróniát. A legnagyobb bűn, amit csináltunk, de azt is, hogy kétszer, hogy telefonbegyárkodtunk. Ez volt a legnagyobb bűncselekmény. Tiniként telefonbegyárkodott, ennyi. Most hazudsz, vagy akkor hazudtál, Peti? Meg ki lehetett kölcsönözni dolgokat, mint 400 forint volt egy napra egy játék. És mivel nekünk már volt otthon szegánk, elég volt csak egy játékot kikölcsönözni egy napra. Úgy egy kis fekete kazetta, amit így bedugsz. Kikölcsönöztünk valamit, mondjuk az NBA Jam című játékot, ugye, és akkor a Sonicot is szétszedtem, a kazettát, az NBA Jamet is. És kicserélte őket, a belső tartalmát. Mind a kettőben volt egy ilyen kis nyáklap, egy chippel. És kicserélte a kazettákat, geci. Megcseréltem a kettőt, és visszacsavartam. Azaz nekünk otthon maradt a Sonic matricás kazetta. Az NBA Jam-es kazettán belül a nyáklap a Sonic volt, de azt szépen összekarcoltam, hogy ki is próbáltam, hogyha bedugom a szegába, ne jöjjön be. Nem olvassa be, mert összekarcikáltam. Az se kurva. És visszacsavaroztam. Szóval külső sérelem nem látszik, mert belül karcoltam össze a nyáklapot. És akkor Bossi belakta egy szegába, bekapcsolta a tévét, hát ez tényleg nem jön be. És akkor azt hitték, hogy ő baszta el, aki úgy hozta vissza, hogy nem jön. Az kemény. Tehát akkor ez nem bűncselekmény, hogy ezt így elmesélt a videóba. Miért meséljön el valaki ilyet magáról a videóba? Ez nagyon gáz. Már a fél bolt bazd meg úgy volt, hogy nem jön be, mert mindig... Utána meguntam az NBA Jam-et, kikölcsönöztem valamit, és az megtetszett, ugye a Takony Tetris. Azt is átcseréltem, azt is. Aztán már amikor így láttam, hogy olyan gyanúsan néznek ránk, akkor mondom, most a csúcson kell abba hagyni. De betörni valakihez. És még nem is mondtuk el a többit a papírra. Papír szerint a rendőrök tudják, hogy miket művelt. Ugye volt hitelrontás, zaklatás, rágalmazás. Ja, ezt mindet a trollok csinálták. Én vagyok ott vágott, simegen, tuti, kajak, mit mondhatott a rendőrségen? Hogy a trollok, akik őt hitelrontják az interneten, azok jöttek oda rugdosni. És csak a izét néztük, ami ez? Rongálás. Garázdaságot is mondták már, hogy a kukádat bedobták. Hát mondom, ez már jött. Szóval igen, kurva rendes voltál, hogy 50 ezer forint alatti rongálásról beszélsz itt végig, miközben anyád, főleg a hitel. Jaj, még Hörbi a rendes. Értem, biztos ezt mondta a rendőr. Elrontás, hát több százezer forinttól estem el, hogy nem tudtam live-ozni esténként. Most megint. Több százezer forinttól esett el, hogy nem tudott live-ozni esténként. Mert hány este csinálták ezt? Kettő? Három? Minden este ezt csinálták? Nem tudom, én egy hónap alatt keresek annyit a live-okból, és engem egy kicsit többen néznek. Meg többet streamelek. Fiatal korú börtönről nem hallottál? Hát aki bűnözik, az bűnhődjön. Aki bűnözik, az bűnhődjön. Real shit. Beülünk, kék vonat, jaj de jó, kipakolok minden, sunshine. Jön ez a szemüveges kalauz, néni.
a kutyáról rakja rá a szájkosra, ezt különben le kell szállni. Mondom, úristen, hogy miért nem a helikonnal jöttünk, ott szeretik te k***ba. Ezt mondta vajon? Gonoszan nézett, ráraktam, ott elment. Köszi szépen, Maguk élők csinálják azt a YouTube-os közvetítést? Nem. Nézd a fejét, jött a kalauz itt, ugye valaki betelefonált nekik, hogy élőznek a vonaton, és hogy ez nem tudja, mert emberek segélyt veszi fel, meg ilyenek, ezt így elmondták a MÁV-nak. És itt jött a kalauz. Maguk élők csinálják azt a YouTube-os közvetítést? Nem. Maga csinálja ezt a YouTube-os közvetítést? Nem. Nem csinál senki se sem. Nem én csinálom. Most hol van az, hogy menjek anyádba? Hol van az hozzáállás? Ja igen. Ezt én raktam ki! Vigyázzatok, Simegen él egy kukkoló. Most nagyon nagy tömeg. Annyi zoomolni valóm lenne, mint a far. Hoppá! Rázoomolt a seggére egy random nőnek, csak így a boltba. Ő ezt azt érzi, hogy ez jó. Ez normális. Ez teljesen normális dolog, ez content. Ő a YouTube-ra csinálja, ezt neki szabad. Ha megkérdeznéd tőle egy másik életszituációban, hogy ben vagyok a boltba, felveszem egy lánynak a seggét, csak úgy. Szerinted az normális, Peti? Mondja, ne, de hogy is miért, hogy csinál, miért csinálnál ilyet? Ki az ő hülye, ki ilyet csinál? Ezt mondaná. De így, hogy ő csinálja, így teljesen jó. Felvettem? Hú, de imádom a vékony lábakat, combokat. Aztán jön a magyarázkodás. Akik így lebasznak, hogy miért nézegetem én az utcán a nőket. Tudjátok, hogy ezeken kik akadnak ki a legjobban? A nők. Ennyi? Meg sem védte magát. Hát ez a lényege. Hát nyilván ki akadnak rajta a nők. Nem a férfiakat videózod le, meg. Senkinek nincs azzal gondja, hogy kit nézeget az utcán, de idegeneket nem videózunk a tudtuk nélkül, pláne nem szexuális tárgyként. Azt hiszem, hogy 3 éve ismerem a Petit. Ennél már csak az a szállalmasabb, amikor a felszapó sereg is alányal a főnök ízlésének. Vica balatonozik. Meg lesz. Küldött nekem seggeket. Íme. Vica is küldte Balatonról a segges videót, Getty. Ez mindennek a legalja, amikor megkéred a Vicát arra, hogy küldjön segges videót, hogy kitársd te a YouTube-ra. Mint hogy ez a te vlogod lenne, még csak nem is te csináltad a videót. Ja, csak már egyszer volt arról szó, hogy egy 15 éves kislánynak mondta azt, hogy jó segge van. Igen, az a Vicának a lánya. Vicának a lányára mondta, hogy jó segge van, szerintem te arra gondolsz. Jézusom, na jó, folytassuk ezt a videót. Ó, ez az! Kiskorúak segge! Most jött 3 értesítés a NAV-tól. Akkor oké, hogy jöttek. Ting, ting, ting. Mindig jött az ügyfélkapu értesítő. De most jött egymás után 3. Pontosan még mindenki tudja, hogy példás adózó vagy. Elmondom, hogy nem anyám még tartanak el, hogy én otthon lehessek, hanem én létrehoztam ezt, hogy a YouTube-on megéljek. És adózol érte. Igen, miközben a többiek nem. Azt tudtad? A többiek nem adóznak, de igen. Semmi ok az aggodalomra. Nem is érdemes megnézni a NAV-os levelet, inkább vegyél magadnak valamit. Ugye nem az, iPad! Nem az, hogy iPad 9, hanem iPad 9. generáció Wi-Fi. Az utolsó homegombos iPad. Miért nem a tabletnek? Szarás kezdve tudsz rajta Angry Birds-özni, és oda tudod adni a gyerekednek. Megrajzolni. De a szarás kezdve Angry Birds-özés után inkább ne add a gyereknek. Mert begyullad a szeme, mint a Family Guy Böztyúinak. GRTG podcastet nézzétek, amúgy ezt a részt én elkezdtem nézni, csak hát én ugye Patreon vagyok. Ti még nem tudjátok, de ez egy nagyon jó podcast, ajánlom mindenkinek. Ez big shoutout. Már mi volt a Herbie levelében? Azért van elintézni való könyvelésügyileg. Van elintézni való könyvelésügyileg, bőven. Ez elég rosszul hangzik. Vagy 12 NAV-os levél jött, nem győzök beszélgetni a könyvelővel. Ezt már megszokták, hogy én mindig kések, akkor ez már lehet nem a felszólítás volt, hanem a felszólítás felszólítása. Az kemény, c***i! Rajta vagyunk, csak kevés volt az idő. Kevés volt az idő, vágott mindenkinek ugyanannyi van egy nap. Na jó, srácok, én lelövöm. Ezt a speedrun még végignézem. Jó éjszakát nektek. Csősztök. Aludjatok. Pihenjetek. Csá, jókor jöttél. A legjobbkor, Csongi. Jó éjszakát! Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.